mi annak idején a Lipcsénél elkezdtük csinálni, és érdekes módon nagyon gyorsan működött. Sebességfüggő az egész, egyértelmű, hogy a játékosok is milyen állapotban vannak, milyen fizikai állapotban vannak. Ott könnyebben ment aránylag a játékosok Németországban, hogyha összehasonlítom a magyar játékosokkal, akkor alapból agresszívabbak és többet közlekednek sprintbe. Labdavesztés után azonnali letámadás, középkezdésből hogy rúgjunk gyorsan gólt, és a védekezésnél a védők keressék a párharcokat. Többek között erről beszélt a Diósgyőr labdarúgó csapatának vezetőedzője Bódog Tamás az SBTC trénereinek tartott előadásán Salgótarjánban. A 46 éves trénert március végén nevezték ki a DVTK vezetőedzőjének, és az előző szezonban sikerült bentartani a csapatot az NB1-ben. Ami a játékunkat jellemzi, az egy agresszív letámadáson alapuló kevés érintős játék, és ehhez hozzátartozik, hogy egy csapat magasan védekezik, letámadunk, egységként mozgunk, a labdának az elvesztése után a visszatámadás, úgyhogy ez mind olyan alapfogalom, ami ahhoz a játékhoz, amit mi meg szeretnénk valósítani, ahhoz kell és szükséges. Az edzői továbbképzésre a Diósgyőri stábbal érkezett Bencés Miklós is, aki a DVTK regionális utánpótlás központjának vezetője. Amíg a klubunk próbálja elsajátítani Bódog Tamás filozófiáját, illetve ez a legnagyobb csapatokra igaz, hiszen a kisebbek egy általános képzés szerint saját játékfelfogás szerint, a DVTK saját játékfelfogása szerint készülnek. Addig, hogyha a képzés csúcsának tekintjük a Bódog Tamás filozófiáját, azért is jó, hogyha az alközpont szakmai stábjait, az utánpótlás edzőkre gondolok, megismeri, hogy mi is a Tamás filozófia, mert ez a végtermék. Tehát ide szeretnénk mi is eljutatni a gyerekeinket. A DVTK és az SBTC közötti együttműködést pozitívan értékelte Bencés Miklós. Azt kell mondjam, a minuszról hozzuk fölfelé szépen a tarjáni utánpótlás labdarúgást, és jó úton vagyunk, ez egy komoly infrastruktúrafejlesztés, gondolom Kóródi Feri jó kézben tartja a szakmát. Azt kell tudni, hogy József van olyan munkatársunk, aki ellenőrző szekció tagjaként folyamatosan látogatja és ellenőrzi az edzéseket. A DVTK az idei bajnokságban 7 forduló után 3 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel a harmadik helyen áll. A hétvégi fordulóban a Diósgyőr hazai pályán hátrányból fordította meg a Mezőkövesd elleni mérkőzést. A piros-fehér mezes DVTK a hosszabbításban Ugrai Roland 11-esével győzött 2-1-re. Felemás a kezdésünk, lehetett volna több pontunk, de annak ellenére úgy gondolom, hogy a csapat fejlődik, és az a legfontosabb egy edző számára, hogy a játékosok, akikkel az edző foglalkozik, azok is ugyanúgy fejlődnek, és nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is. Bódog Tamás személyében egy külföldön rutinszerző edző ült le a DVTK kispadjára, hiszen az ötszörös magyar válogatott hátvéd az Ulmban, majd a Mainz első csapatában futballozott 5 évig. Aztán a Mainz második csapatánál Jürgen Klopp kérésére pályaedző lett. A Red Bull Leipzignél másodedzőként dolgozott még együtt Ralf Rannickkal, majd a Brøndbynél is eltöltött egy szezont, mint másodedző. Bódog Tamás munkája és filozófiája tehát beérni látszik Diósgyőrben. A labdarúgásról képviselt taktikáját pedig már az SBTC edző is hasznosítani tudják a tréningek során.